Sziasztok! Ismét eltelt a gyesztendő, ami azt is jelenti, hogy ismét számba vettem az egész óévet, és összevágtam nektek egy kis videót az óév adásainak kimaradt jeleneteiből, aminek viszont nagyon örülök, hogy nagyon sokan kerestetek különböző médiumokon keresztül, és nagyon sokan érdeklődtetek az adásokkal kapcsolatban, mikor lesz új adás, mikor fogok új videót készíteni, különösen a Garmin szonárral kapcsolatban, ugye, amit beígértem, hogy fog készülni egy olyan adás, amikor vízen fogom bemutatni a Garmin szonárnak a menürendszerét, valamint a használhatóságát. Ezúton szeretnék mindenkitől elnézést kérni, aki nagyon várta ezt a videót, hogy sajnos különböző okok miatt ez idén nem jött össze. Kifutottam az időből, de ami késik nem múlik, amit megértem, azt meg fogom tenni. Az új évben erre sort kerítek mindenképp. Én szeretném megköszönni nektek az egész éves figyelmeteket, azt, hogy kerestetek tényleg nagyon sokan, nagyon sok kérdéssel, valamint, hogy vártátok azt, hogy készüljenek új videók. Nélkületek ezek a videók nem születnének meg valószínűleg, szóval köszönöm szépen még egyszer, és hát tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, ugyanúgy az új évben is nyugodtan keressetek meg, akár személyesen, akár telefonon, akár különböző közösségi médiában. Én szívesen megpróbálok válaszolni nektek a legjobb tudásom szerint, és hát reméljük, hogy az új évben 2020-ban egy picit több időm lesz, és talán több videoblog adás készülhet el. Addig is nektek is sikerekben, egészségben és sok horgászatban gazdag, boldog új évet kívánok! Sziasztok! Tudom is látszom, hogy bár van semmi. De jó, hogy látszódjon bármi is. Sziasztok! A 2019-es esztendő első videoblog adását készítjük. Meg kell beleszólni, mert jó voltak. Miért nem? Ne azt! Ezt! Na jó, most már ne nevess már. Na jó ez az út, hogy nem tudom egyenesen tartani a kamerát, annyi kártya van. Március 16-a van, és hát nagyon tavaszias az időjárás. Hajnalban még esett az eső, és most is nagyon el van borulva. Esős, borús, szeles időnk lesz, ami nem éppen ideális a pergetéshez, de hát ezzel kell most gazdálkodnunk. Azt mondtad, nem lesz. Nem lesz. Viszonylag szeles lesz. Közben pedig In Flames-t hallgatunk. Ezt figyeljétek. Szerintem belevágjuk a izébe a szilveszterébe. Meg lenne a hajam kiengedni, az csak én nagy hajtunk meg. Valahogy
hát elég tavaszias időjárásunk van. Esik az eső, bár most éppen nem esik az eső. Sziasztok! Köszöntünk titeket ezen a szép tavaszi napon. Kezdem előről. Sziasztok! Köszöntünk titeket ezen. Ne állítsd be, elmondom, esküszöm, nem beállítok. Sziasztok! Köszöntünk titeket ezen a szép... Miért nem tudom éreztem volna, hogy köszöntünk titeket ezen a szép... Engedd már el! Sziasztok! Czalaj Gábor vagyok. Azt nem akarom mondani. Ó, Istenem! Ne, ezt tudom, mit akarok mondani, ezt akarom mondani. Akkor mondjad! Nagyon sok halat fogtunk, ezt fogjátok most látni. Dim-dim-dim! Bejelentkezni elfelejtettünk, amikor ideértünk a tóra, de nem kellett sokat dobnunk az első halért, egy picike hal csak kívánta meg a tisztelemet. Látni, hogy harapás nyom van rajta, úgyhogy engedem is vissza. Látni, senki nem látta rajtad kívül. Jó. Ezt kell mondani. Nagyon szép. Legyél egy kicsit mérges. Mérges hal! Mérges hal! Mérges vagy! Nem haragszik rád. Hát te nagyon nehezen akartad adni. Hát ez így jött össze. Fú, ne a hideg. Manónak nem sikerült megfúrni ezt a halcsát, úgyhogy folytathatom a beszédet. Szóval jó zöld ár volt, ami megfelelő fel... Fogd meg! Megvan a hal! Megvan? Csak ez jó volt, meg van felvételem. És nem is nagy nem szóval majd elhitte a botot. Várj! Jó, Istenem, telefon a zsebet, ha nincs. Ez az! Ki a nap hülyéje? Aki egy ekkora harcsáért megfürdik a vadróban. De egyébként jó meleg a víz. Megvan az egész felvételem, nagyon király volt. Úristen! Igaz, hogy nem, hogy leakadtál. Majdnem elvitte a botomat, tulajdonképpen el is vitte. De egy gyors hasassal még el tudtam kapni a vízbe. De ne pisi. Próbálok. Hogy fogom most folytatni így a felvét? Nem. Szóval nagyon jó feltételeket teremtett. Ja, azt mondtam, hogy elkaptam voltam, és volt egy olyan pont, hogy félig benne voltam, de félig fel voltam, és azt vártam, hogy nem tudtam kimondani, csak akartam, hogy Manó, húzd már be, mert nem teljesen voltam a vízben, csak így félig. Nem húztál be. Mert behúztalak volna, de olyan volt, mintha nem lenne meg a bot. Hát csak ott csak az izé, a nyele volt kint a vízből, csak... Azt kaptam el. Miért csak nincs meg a bot, akkor nem húzol be? Hát de nem az, de most hogy folytatom?
Hát úgy, ezt belevágod, hogy sikerült megfelelődned, de folytatod tovább, az csá. Hát, ez hogy néz már ki? Ezen fognak röhögni. Az biztos. Izompóló. Szóval, amikor kutyogtattok, ne vegyétek le a szemeteket a botról. Mert az 5 kilós hal csak irántja a csónakból. Mutasd már ide! Nem látja a kamera. Na most kölyök veszed fel? Aha. Na hogy ez? Gyere csak ide, csüntessen a Na, na. Na meg.